Egy évvel a szörnyű veszteség után, a gyászidőszak lezárultával Tahitót László özvegye elkezdte átnézni férje holmiait. Mint arról korábban a Blikk is beszámolt, nagyon megrázta férje elvesztése Kárászi Szilviát, akinek még egy évvel később sem enyhült a fájdalma. Nemrégiben a Riposzt arról írt, hogy Kárászi Szilvia eladja a kocsiját, és inkább elhunyt férje kisebb autóját használja majd, amit eladni képtelen lenne, ám már elkezdte átnézni Tahitót holmiait, hogy kitalálja, mivel mihez kezdjen. Valóban hirdetni kezdtem szeretett autómat, hiszen Laci kocsija több mint egy éve áll a garázsban. Ő nagyon szerette, én pedig még nagyon sokáig szeretném használni. Szóval attól érzelmi okokból nem szeretnék megválni. Kicsit kisebb és idősebb is, mint az, amit most árulok, de Laci nagyon szerette. Mondta a Lapnak Kárászi Szilvia.